Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 1-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látunk egy tolvajt. Az előfordulhat, hogy valamit elloptak tőle, és ez foglalkoztatja őt. Viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és lehet, hogy egy terv vagy egy gondolat elveszik nála. Ez lehet jó is, mert ha például ő úgy gondolkozott eddig, nekem soha nem sikerül semmi, és elveszíti ezt a gondolatot, azzal neki persze előnye van. Ez a kártya azt is jelenti, hogy fél attól, hogy elveszít téged, hogy valaki elvesz téged tőle. Az is lehet, hogy most ő féltékeny. A következő kártya utal az ő érzelmi világára. A képen látható 8-as szám az utal egy húzavonára, és így élte át az elmúlt napokat és heteket, de ő most átteszi magát a bizonytalanságokon, a félelmeken, a nehézségeken, és érzi azt, hogy itt van egy kiút, van egy lehetőség. És amit a tűz eleme még jelent ennél a kártyánál, ez lelkesíti őt. Ami a párkapcsolatot illeti, itt lesz egy testi kapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. A képen látható 9-es szám korlátozásokra utal. Vagy nála vannak ezek a korlátozások, vagy nálad vannak ezek a korlátozások, vagy mindkettőtöknél. És itt ezen a harmadik képen érezhető a félelem is, és amit ő közölni szeretne, vagy közölni fog, tedd át magad a bizonytalanságokon, a félelmeken. Mi tart itt téged fogva, azt mutatja a petróleum lámpa. És mi szabadít fel téged? Ez az égi hatalom, ez a fény. Tehát ne ezekkel a kis dolgokkal foglalkozz, ami bizonytalanságot vált ki nálad, hanem legyen meg a hited, a bizalmad, mert ez a fény, ez az égi erő felszabadít téged, és ő így szeretne téged látni, olyan boldognak és felszabadultnak. És most megtekintjük a napi kártyát. Itt ezek a kis madarak jelentik a tavasz kezdetét, és jön a jó idő, vidámabbak lesztek, de amit ez a kártya még szimbolizál, ezek a beszélgetések. Fontos hír érkezik számodra, vagy ő szeretne valami fontosat közölni veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. A napokban még mindig van ez az égi kapu. Nem tudom, hogy tudnám ezt magyarra lefordítani. Német nyelvű területen ezt portáltágnak hívják. Az azt jelenti, hogy egy ilyen napon a plejádok hatása alatt vagyunk. Ez egy finom energiamező, aminek gyógyító hatása is van. A plejádok és a hiádok
azok a kos jegye és a bika jegye között vannak, és alkotják az aranykapút az ekliptikán. De visszatérve a plejádokra. Ezek az Atlasz Istennek a lányai, heten vannak, és a központi nap Alkioné. Alkioné azt jelenti lefordítva, hogy egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkioné tulajdonképpen nem más, mint a meséből ismert Holle anyó. Természetesen itt a klasszikus görög mitológiáról van szó. De ezeknek a napoknak a kiszámítása az a maja kalendáriumból van. Az ősi majáknál volt egy nagyon precíz naptár, sajnos az inkvizíció idején egy részét ennek a naptárnak megsemmisítették, de még azért megmaradt ebből valami, ami nagyon érdekes. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ezek rezgéseket jelentenek. Egy ilyen hullám vagy egy ilyen rezgés mindig 13 napig tart. És ez olyan ebben a naptárban, mint nálunk a hét. És mindig, ha indul egy új hullám, akkor van egy ilyen energiafeld, ami az egész hullám alatt hat. De vannak ilyen napi energiák is. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, mikor indul egy új hullám, melyik napon melyik energia hat, mit jelent ez számunkra, és mikor nyílnak ezek az égi kapuk a plejádok felé. Tekintsetek oda a Facebook oldalamra, örülök, ha meglátogattok a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!